Már zajlanak a munkálatok a Stadion utcai épületeknél, ahol január közepén gázszivárgás miatt a szolgáltató elzárta a gázcsapot. A Stadion utca 14-es és 16-os számú épületről tudni kell, hogy egy társasházi működésű épület, tehát az azt jelenti, hogy itt a lakóközösségnek van joga eljárni és bármilyen döntést hozni. A Győrszó ZRT, mint a házban megtalálható önkormányzati tulajdonú bérlakásoknak a kezelőjeként, illetve a társasház közös képviselőjeként van jelen itt a társasházba, és nyilván ebből a státuszából adódóan arra van felhatalmazása, amire a lakóközösség egy közgyűlés során szavazással, többségi döntéssel feljogosítja. Azt tudni kell, hogy a Győrszó ZRT, mint közös képviselő, már az elmúlt év májusában felhívta a figyelmet arra, hogy itt a gázvezetékek bizony elavultak, némely berendezés már nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, és javasolta a lakóközösségnek azt, hogy kezdjenek meg egy rekonstrukciós folyamatot. A közgyűlésen a tulajdonosok akkor nem fogadták el az árajánlatot, így a munka nem tudott elindulni. Sajnos pont a téli időszakban történt meg az a szerencsétlen helyzet, hogy a gázvezetékek annyira elavultak és annyira elhasználódtak, hogy a gázszolgáltató megszüntette a szolgáltatást és elzárta a gázt. Amikor bekövetkezett ez a folyamat, a Győrszó ZRT, mint a közös képviselő azonnal megkezdte azt a folyamatot, amely lehetővé tette, hogy ezt a problémát elhárítsák és meginduljon a rekonstrukció, de bizony ez időbe telik, hiszen itt árajánlatot kell kérni, vállalkozót kell keresni, és meg kell szerezni a tulajdonosoknak a jóváhagyását mindennek a munkálatoknak a kivitelezéséhez. Ez a munkálat a 16-os számú épületben már elkezdődött, tehát itt megkezdődött a gázvezeték rekonstrukciója, és a vállalkozó vállalása szerint 5-10 napon belül végeznek is ezzel a folyamattal, tehát itt hamarosan helyreállhat a szolgáltatás. A 14-es számú lépcsőházra még nem érkezett árajánlat, de várhatóan a napokban az is megérkezik majd. A két épületnek csak egyharmada önkormányzati lakás. A két épületben összesen 30 lakás van, ebből 10, amelyik önkormányzati tulajdon és a Győrszó kezelésében van. Amikor megtörtént a gázszolgáltatás megszüntetése, a Győrszó ZRT azonnal felvette a kapcsolatot az önkormányzati lakásokban élőkkel, és természetesen fűtőberendezésekkel, hősugárzókkal siettünk a segítségükre, illetve azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és hogyha bármilyen olyan igényük van a lakóknak, amiben segíteni tudunk ennek a helyzetnek a megoldásában, akkor természetesen eddig is rendelkezésre álltunk, és ezután is rendelkezésre állunk. Tehát a munka már elkezdődött a 16-os számú lakóingatlanban, ami várhatóan 5-10 napot vesz majd igénybe. Azt azonban, hogy a 14-ben mikor kezdhetik el a szükséges felújítást, még nem tudni. Addig az önkormányzati lakásokban marad a hősugárzóval való fűtés, ami azért komoly segítség a gáz nélkül maradt családok számára.